Olyan igaz történet alapján készült animációs sztorit hoztam most el nektek, hogy egyszerűen nem fogtok hinni a fületeknek, ugyanis az a címünk, hogy terhes lett egy medencében. Egy olyan kérdésem lenne, hogy vajon valami fiúnak is köze volt a dologhoz, amelyről te tudtál, vagy csupán belementél egy medencébe úgy, hogy mondjuk nem sokkal előtted valaki odalövelt egy patront, de csak nem, hát arra semmi esély nincsen. Na jó, lehetséges, hogy 0,00000001% esély van, és most ez megtörtént, hát értitek, hogy miért csigázott fel ennyire ez a történet, szóval derítsük is ki, hogy mégis hogy volt ez az egész. Hogyha örültek egyébként ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ő itt Chloe, és csupán 15 éves volt, nem volt teljesen tisztában a védekezéssel. Ez mondjuk eléggé probléma, hát de akkor csak lesz valami fiú a dologban, és tudott arról, hogy mi történik vele, nem csak így békésen úszkált a medencébe, és hopp, terhes lett. Ilyen nincsen. Vagy ha netalán meg is történt a világon, nagyon kevés emberrel, rettentő kicsi rá az esély. Az édesanyukája nagyon szigorú és rettentően vallásos, az apukája pedig elhagyta őket. Nagyon remélem, hogy ez nem egy szomorú történet lesz. Az anyukája nagyon sok mindent megtiltott neki, például azt, hogy tévét nézzen, hogy nadrágot viseljen. Fú, de szigorú kajakra az édesanyja. Mi? És így random az olyan ruháit, amely nem tetszett az anyukájának, kidobta az édesanyja a gyermeke ruhatárából. Hát teljesen el akarja szigetelni a külvilágtól. És vágjátok, pontosan emiatt fog lázadni a gyermek, ugyanis mindent egyszerűen az anyuka megvonja, és tudom, hogy jót akar neki meg minden, de így árt neki nem is kicsit. Mondja is, hogy volt az iskolájában egy ilyen szexoktatás, amelyben nagyon is felvilágosították őket, illetve beszéltek a védekezés fontosságáról. Ráadásul a végén még mindenki óvszert is kapott. Hát fújjátok fel egy Luffynak, és húzzátok a kezetekre. Mondta a barátnőjének, hogy számára mennyi újdonságot tartalmazott ez az óra. A barátnője pedig nagyon is benne van már a dolgokban. Nem muszáj ahhoz barátodnak lennie, hogy különböző dolgokat művelj fiúkkal, ajjaj, a barátnője beleviszi itt a rosszba. Most lett 16 éves a csajszi. Akkor szerintem itt nagyon is az első opció lesz, és lesz egy számára ismerős csávó a sztoriban. És ő lesz számít a gyermek apukája. Bár ki tudja, lehetséges, nem is fogja megtartani majd. De kajakra az anyukája annyira szigorú, meg teljesen el akarja szigetelni mindentől. Rettentően toxikus ez. Bár nem lehet amúgy okolni az anyukát, és ugyanis gondolom, ő teljesen ilyen környezetben nőtt fel, és el van a kis saját burkában. Na? Hoppá, hoppá! Hatalmas nagy, családi drámák vannak már, teljesen kiakadt az anyjára, hogy miért akarja minden mókából kivonni őt, és miért akar mindent megvonni tőle. Ő nagyon is elkezd lázadni, hát ilyen ez a tinédzserkor, ugyanis már 16, és az érdeklődését nagyon is fel fogják kelteni a fiúk. Az óvszer kiesett a táskájából. És nagy szemekkel ránéz az anyja. Mi ez? Ez a tied? Örülj inkább, hogy van nála. Mi? Megütötte őt? Szégyeld magad! Pedig a gyermeked mennyire jó kislány volt folyamatosan. És mostantól kezdve az anyukája folyamatosan követni fogja őt. Rendes terrorban tartod a saját gyermekedet.
Gondolkozz már, csóri lány! Amikor azt hinnénk, hogy ennél kellemetlenebb ez már nem lehet, akkor bizony tévedünk, ugyanis az anyuka bement balhézni az igazgatóhoz, hogy mégis mit képzelnek, hogy ilyet adnak a gyermekeknek. Hát sokkal hamarabb oktatni kéne már ezt. Nem is 15 meg 16 éves korban, hanem mondjuk 12. Mert akkor is aktuális lenne. Mi? Ezek után én tudom, hogy már nem mehetek sehova. Nagyon sajnálom, barinőm. Hoppá, hoppá! Hát milyen hatással van rá? Miért nem állsz ki magadért legalább egyszer az életben? A végén teljesen át fog telepedni az anyád, és sohasem csináltad azt, amit csak szeretnél. Mik ezek az animációk? Hoppá, hoppá! A barinője bulit szervez, és meg is hívja őt. A barinőjének nagyon is lehet egy medencéje, és ott fognak ám történni a dolgok. De akkor tuti, hogy már teljesen be lesz sokalva, teljesen elege lesz az életéből, hogy az anyukája ennyire akarja kontrollálni, ezért el is végzi otthon a házi munkát, megvárja, hogy az anyukája elaludjon, és kisurran a lakásból. Ez történik akkor, a rettentő szigorú vagy a gyermeked, de elkezd neked hazudozni, és a hátad mögött fog dolgokat csinálni. Hát nem lett volna egyszerűbb, hogyha jó fej vagy vele, és megengedsz neki dolgokat, és akkor balinők lesztek, és lazán elmeri mondani neked. Ajaj, kezdődnek itt a dolgok, szóval lazán elmeri mondani neked, hogy mégis mi történik az életében. Életében most került a legközelebb egy fiúhoz, és ez volt az első csókja. Hát durva este lesz ez. Nem csak első csók lesz akkor itt. De várjatok már, az a címünk, hogy terhes lett egy medencében. A medencében csak csókolózott. De full mesztelenül ébredt fel a csávó mellett. Hát csak vigyázott a csávó. Meg ez még nem jelent semmit, a ruhái csak így elteleportáltak. Hát semmi nincs ebben. Szegény csajszi. Hát azért megviselte őt az éjszaka, nem is kicsit. És most akkor vissza fog mászni az ablakán keresztül? Az anyukája nagyon csalódott benne, ugyanis ez nagyon is kiderült, és 2 hétig ki sem mehetett a házból. Teljesen egyedül érezte magát, senkivel sem tudott beszélni, illetve rosszul is volt. Hát persze, hogy nem tudott senkivel beszélni, mivel telefonja sem lehet. Annyira szörnyű, hogy vannak olyan emberek, akiknek tényleg így kell felnőniük. Eléggé gyanús tüneteket produkál, ugyanis nagyon is kiment óra közepén hányni. Mióta vagy rosszul? Hát, már egy hete. Nagyon is terhes lett. Csinálj egy terhességi tesztet, ugyanis szerintem terhes vagy. Ne, biztos, hogy nem. Mennyire szörnyű, meg stresszes lehet egy ilyet átélni. Vett is egy tesztet, az első alkalmára nem is emlékszik konkrétan. És ott is van a 2 csík. Nagyon is terhes lett. Mit keres itt az anyja? Éppen! Most végezte a tesztet, és így random oda teleport az anyukája, ennyire a lány nyomában van, és ennyire követi. Na, megérted ilyen szigorúnak lenned vele? Ezt érted el vele? Megpofoszt az anyja, de megfogta a kezét. Anya, én vagyok az egyetlen egy gyermeked. Ne bánj így velem! Elegem van már ebből!
Fú, és nyomatja ezt a hatalmas, nagy önfeláldozó szerepet, hogy tudod, hogy én mennyi mindent megtettem érted. Hát figyelj, anya, én nem kértelek, hogy megszűj. Kölcsön is kért egy kis pénzt a barátnőjétől, de most akkor el akarja vetetni? Hát beszélj már a csávóval erről. De annyira nehéz lehet ez, hogy tényleg egy ilyen esetben nem számíthatsz a saját anyádra, hanem a legeslegjobb barátnőd van ott melletted. Szégyelje magát az anyuka. Neki is be kellett volna az életében tölteni egy anyuka szerepet, de nem töltött be. El is mentek egy nőgyógyászhoz. Na, mi fog történni, és milyen döntésre jutnak? Na! Az anyukája észhez tér, és elkezd jó fejkedni a gyerekkel, és most pedig random, hogy nőgyógyászt jelenik meg. Az anyuka mindig csak így a semmiből feltűnik. Léci, ne vetesd el! Én felelős vagyok a tetteimért, anya. Azt tettem, amit jónak láttam. De most mi akkor nem vetett el szerintem? Mi? Hogy tessék! Megkérte a kezét az a csávó, aki teherbe ejtette? Hát akkor ez egy hatalmas nagy happy end-del záródik itt. Az anyuka már kedves lett vele, a csávó nem lelépett, a mai napig boldog házasok, meg már meg is születhetett akkor a gyermekük. De azért szerintem nem fogjátok elmesélni a gyermeketeknek majd a későbbiekben, hogy mégis hogy született. A csávó egy igazi úriember, és ilyen fiatalon is nagyon is felelősséget vállal a tetteiért. Hát követendő példa ő, vagyis pontosabban ez a része, a másik az már annyira nem. Na de ennyi is lett volna ez a történetünk, hát minden jó, hogyha vége jó. Szédítenek itt minket, hogy a medencében lett terhes, de aztán ki tudja, hogy hol történtek azok a bizonyos dolgok. Figyeljetek, én inkább nem szeretném tudni a részleteket, hogyha bejött nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal, illetve a harmadik csatornámmal együtt, kérlek rájuk is iratkozzatok fel. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!